számvevőszéki jelentéseknek, ha hibákat állapítottak meg, és a hibák nem kerülnek kijavításra, vagy a hibák kapcsán alapos gyanú merül fel, hogy bűncselekmény vagy más cselekmény történt, annak mindenképpen személyi, és hozzáteszem, nem csak személyi felelősségre vonást kell követni. Nyilvánvaló a jogsértéstől függően munkaügyi, vagy büntetőjogi, vagy polgárjogi felelősség megállapítása szükséges. Természetesen mindnyájunk vágya, hogy jobban, minőségre, magasabb színvonalon, több ellenőrzést végezve, hatékonyabban dolgozzon az állami számvevőszék. De fölteszem a kérdést, milyen eszközöket biztosítunk részükre ehhez. Mert azt a feladatot ellátni, amit egy intézményi, hosszabb távú tervezéshez szükséges, és itt engedjetessék meg, hogy megálljak egy pillanatra. Most, amikor az állam szerkezet átalakítása folyik, akkor figyelembe kell vennünk, hogy létrejött közben egy költségvetési tanács, figyelembe kell venni, hogy önmagában ez a tény is indokolta volna, hogy az államszerkezet egyes szereplőinek pontos hatáskörülve és illetékességének meghatározásával egy hatékonyabb állami működés segítsen elő, és azt gondolom, hogy ez a törekvés meg fog valósulni az új állami számvevőszéki törvény megalkotása során, illetve a T-ház olyan törvényt fog elfogadni, ami ennek a kritériumnak meg fog felelni. Tisztelt Ház! Azt gondolom, hogy az a munka, amit elvégeztek, és ide beleértve a törvények hatástanulmányait, vagy a megalkotódó törvények kapcsán föltárt, és a pénzügyi vonzatát, vagy költségvetési vonzatát, vagy társadalmi vonzatát is elemző megállapítások a törvényhozásnak olyan kötelezettsége, amelyet figyelembe nem venni a törvényalkotás során több, mint bűn. Hiszen az állami számvevőszék egy demokratikus rendszerben pontosan ezt a funkciót tölti be, és megállapítható, és külön köszönet illeti az állami számvevőszék valamennyi munkatársát, azért, hogy egy ilyen átmeneti helyzetben, mint a 2010-es év volt, képesek voltak a munkafolyamát azonnal fölvenni, és képesek voltak azokat az ellenőrzéseket teljesíteni, ami 2010 évre számukra a parlament által elő volt írva. Természetesen a jövendőbe előre tekintve azt gondolom, hogy valóban akár az önkormányzati rendszer átalakításánál, akár az állami szervezet bármely más elemének átalakítása során szükség van arra a tudásra, arra lassan 20 éve felhalmozott tudásra, ami az állami számvevőszéknél alám számvevőszék a letétményese, más tudományos kutatóintézetekkel, vagy más tudományos műhelyekkel is együttműködve, ha helyes és jó törvényeket akarunk hozni, akkor ezeknél már a törvényalkotás időpontjában, illetőleg a törvényalkotás beterjesztésének időpontjával ezekkel az információkkal rendelkeznünk kell. Ezért én a KDNP képviselőcsoportja nevében a megfogalmazott határozatot támogatom, és még egyszer az állami számvevőszék minden munkatársának köszönetemet kell, hogy kifejezzem. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Nyikos László képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónokának. 20 perces időkeretben öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt képviselőtársaim, nagy érdeklődéssel hallgattam az eddigi vezérszónoklatokat. Egyikre, másikra majd próbálok reagálni is. De ezt megelőzően még bevezetésként hadd emlékeztessem mindannyiunkat arra, mindannyian tudjuk, akik itt jelen vagyunk, hogy az országgyűlésnek, bármely országgyűlésről legyen is szó, alapvetően kettős feladata van. Egyik a törvényhozás, a másik az ellenőrzés, amit most éppen gyakorolunk. Az eddigi egyesztendő során, amit itt volt szerencsém megtapasztalni, a Magyarországgyűlés, a jelenlegi Magyarországgyűlés tevékenységében dominált a törvényalkotó munka, olyannyira, hogy egyfajta törvénygyárként
működünk, egyfajta kényszerpályán működik együtt az ellenzék a kormánykoalícióval, a kormánykoalíció meg a kormánnyal. 74 új törvény született 2010-től, és 140 törvénymódosításra kerül sor. Ez valóságos, ha nem is világcsúcs, Európa csúcsnak biztos elmegy. Valóságos törvénygyár, ami itt működik, és hát ebből következik a tömeggyártásból az, hogy ezeknek a törvényeknek igen jelentős része nem jó, nincs kihordva, szakmailag kiérlelve. Olyan ez, kedves képviselőtárs, hogy milyen lesz majd az új számvevőszéki törvény is. Ugye, hogyha egy magzatot az anyja nem hord 9 hónapig a méhében, nagy valószínűséggel az a gyerek vagy beteg lesz, vagy torszülött lesz, vagy rögtön a születés után meghal. Ezért van szükség azokra a szakmai előkészítő műhelymunkákra, amelyek nem előzték meg ezt a törvényjavaslatot. Ugye a Fidesz vezérszónoka emlegette itt az én szerepemet. Én 2001-ben fejeztem be a hivatalos tevékenységemet a számvevőszéknél, tehát éppen 10 esztendeje lesz idén. Valóban én büszkén vállalom azt, hogy a most hatályos törvénynek a megszületésénél is jelen voltam azokon a szakértői vitákon. Jól lehet, nem tudtam én sokat, nagyon keveset tudtam a számvevőszék, meg miben létéről akkor, 1989-ben, mint ahogy azok sem tudtak róla sokat, akik ezt a törvényt megalkották. Javukra legyen mondva, nem alkottak jó törvényt, de történelmietlen lenne most 22 év tapasztalat birtokában elmarasztalni azokat a törvényalkotókat. Akkor ők ennyit tudtak. Ma viszont 22 évvel vagyunk okosabbak, ha úgy tetszik, vagy tapasztaltabbak mindenképpen. És az a törvényjavaslat, amit önök ide hoztak, a Rogán képviselő úr meg a Domokos képviselő úr, elnök úr jóvoltából, az semmivel se jobb szakmailag, mint amit meg akar haladni. Nem is értem, hogy mi a csodának egy új törvényt csinálni, ha az csak annyiban módosul, mint amennyit a javaslat maga tartalmaz. Én ugye ezt követően is részt vettem a számvevőszék munkájának a fejlesztésében, ha úgy tetszik, kutatóként is, és megbízásokat is teljesítettem, amit volt szíves a egyik fideszes képviselőtárs, amit ugye úgy apostrofálni, hogy egy Urcsány kormányban megbízásokat teljesítettem. Jó, földet ráhagyjuk ezt, nem volt egy jó ízű kérdés, amire a számvevőszék elnökét arra kényszerítették, hogy számadatokat ismertesen itt a plenáris üléssel, nem titkok. Bár annyira hozzáférhetők lennének a számbevőszéki dolgozóknak a fizetései is, mint amennyire nem azok, nincsenek ilyen információk ebben a tájékoztatóban. Kérem szépen, itt a Domokos elnök úr említést tett arról, hogy az jelentés, illetve a beszámoló tájékoztató készítése közben tekintettel voltak más számbevőszékeknek a hasonló tapasztalataira is. Én ezt Lukács képviselő társammal szemben nem tapasztalom. Tehát én jó néhány NUE riportot megnéztem, meg lehet nézni, ki vannak az internetes honlapon, az Intosight tagországok éves jelentései. Szóval ezekben az ebben levő információk rendkívül szegényesek. Kevés benne a szám, a tény, sokkal több a verbális információ, a kicsit önfényező megfogalmazások. Tehát ebből a szempontból sokat lehet tanulni, sokat lehetne tanulni a nálunk fejlettebb országok hasonló tapasztalatairól. Ugye most az ellenőrzésre visszatérve az országgyűlés gyakorolja ellenőrzési funkcióját, és egyik legfontosabb intézményének, pénzügyi és gazdasági ellenőrző szervének a teljesítményét ítéli meg, tehát ellenőrzi az ellenőrt, hogy miként végezte a munkáját, és ez azért... Azért sajátos funkció, mert elvileg ezt a feladatot, amit a számvevőszék végez, elvileg az országgyűlés is elvégezhetné. És engedjék meg, hogy itt egy klasszikust idézek, Magyari Zoltánt, akinek a nevét a kormány valamelyik programja viseli, és akinek ezt a munkáját egy évvel ezelőtt minden képviselőtársunk asztalára letettem, elegen ajánlom mindannyiuknak, hogy időnként lapozgassák, mert sok időszerű tanulság van benne. Többek között Magyari Zoltán leírt a kristálytisztán és világosan, hogy mire való egy számbevőszék. Idézem Magyari Zoltánt. A parlament az ellenőrzés tekintetében önállóan nem járhat el, mert az,
mármint az ellenőrzés a számadásoknak, számos okmánynak és ügyiratnak oly beható és oly sok szakértelmet kívánó vizsgálatát teszik szükségessé, hogy a parlament sem a megfelelő szakértelemmel, sem a kellő idővel nem rendelkezik, sem a fizikai lehetősége nincs meg arra, hogy az ellenőrzést mindazokon a pontokon gyakorolja, amelyeken az nélkülözhetetlen. Ezért van szükség a legfőbb állami számvevőszékre, amely, mint láttuk, alkotmányunk szerint a kormánytól független, és a parlamentnek van csak alárendelve. Azt gondolom, ez a idézet ma is megállja a helyét, és bármely szakkönyvben, vagy bármely tanfolyamon, egyetemen oktatható volna. Mit mond Magyari konkrétabban? Azt a háromféle felelősséget ismerteti, ami a számvevőszék munkája révén merül fel a kormánnyal szemben. Számviteli felelősséggel tartozik a kormány az országgyűlésnek. Ez azt jelenti, hogy azokat a hatályban levő számviteli elveket, számviteli szabályokat, könyvelési eljárásokat, beszámoló készítési feladatokat elvégzik-e vagy nem, stimmelnek-e az elszámolások magyarul. Ezt kell megállapítani. A másik felelőssége az, hogy jogi értelemben nem terjeszkedik-e túl a kormány azokon a hatáskörökön, amiket számára az országgyűlés különböző törvényekben meghatároz. És végül a politika, és ez a két feladata a számvevőszéknek, ez a két elsődleges feladat, az első feladat nem más, mint az a bizonyos financial audit, amit meg kell nézni, hogy a kormány szervek, intézmények, hivatalok, kórházak, színházak, és így tovább, alapítványok az elszámolásaikat, a könyvezetéseiket, a hatályos számviteli törvények, szakmai szabályok szerint készítik-e el, és erről ki kell állítani úgymond egy szavatosságot igazoló, egy hitelesítő záradékot, ha rendben vannak a dolgok, és a dolgok akkor vannak rendben, hogyha nincs benne lényeges hiba. Nem a hibákat kell keresni, a lényeges hibákat kell észrevenni, hibátlan emberi munka nincs. A lényeges hibákat kell észrevenni, és ha nincs lényeges hiba, akkor hitelesítő záradékot adunk, ha van lényeges hiba, akkor pedig azokat ki kell javítani. A politikai felelősség itt következik. Kérem szépen, a 2008-ra vonatkozóan, a 2009-es zárszámadási jelentésében az állami számvevőszék 58 financial auditot végzett, 58 elszámolást auditált, és ezekről megállapította azt, hogy közülük, mint már mondtam, több elutasító vagy korlátozott záradékot kapott. És itt jön a parlament politikai felelőssége. És itt jön a kormány oldal felelőssége, kedves Babák képviselőtársam. Mi készítettünk egy realizáló országgyűlési határozati javaslatot. Önök vagy nem értették, hogy miről van szó, vagy most se értik, hogy miről van szó. Ez az enyhébbik eset, ha nem értik, mert meg lehet tanulni. Itt van Magyari Zoltán könyve, meg lehet tanulni. Szarvas és Budapest között az út hosszú, amikor éppen nem ön vezet, akkor tanulmányozza. Ajánlom tisztelettel a figyelmébe. Na most a politikai felelősség az azt jelenti, hogy az országgyűlés tudomásul veszi a számvevőszék elnökének a jelentését valamely hibáról, lényeges hibáról, és a parlament úgy tesz, mintha nem történt volna semmi. Kérem tisztelettel, ön speciál 1998 óta parlamenti képviselő, és úgy tudom, ez alatt az idő alatt a Költségvetési Bizottság tagja volt. Hol vannak az erre vonatkozó javaslatai, indítványai, ne adj Isten törvényjavaslatai? Én egy év alatt csináltam egy törvényjavaslatot, kín van a honlapon, meg lehet nézni. Állok elébe egy szakmai vitának, amit ne tudunk lefolytatni, mert a törvényjavaslatnak, amit tárgyalunk, a szerzője ismeretlen, mint Anonymous volt annak idején. Nincs kivel vitatkozni. Hát ez államtitok, hogy ki csinálta. Domokos elnök úr nem volt a szerzője ennek a törvényjavaslat. Ő csak postás idehozta, és a Rogán Antal volt szíves, ugye, aki soha utána már nem érdekli a vita, se az általános vita, se a részletes vita, egyik sem érdekli. Miközben rábízta a mondhatnám, hogy vakvezet világtalant, és akkor innentől kezdve lehet tárgyalni. Lehet róla szó. Kérem szépen, így nem lehet törvénykezni. Tudja, hogyha Karinti élne, azt írhatná, így törvénykeztek ti, nem mi, ott azon az oldalon. Így törvénykeztek ti, szakértelem nélkül és felelőtlenséggel.
Így törvénykeztek ti. Kérem szépen, mi itt a probléma? Már most számolok el a 20 évben. Megküldöm majd most kiadás alatt vannak a elkövetett tanulmányaim, tisztelet példányal fogok fordulni a Fidesz illusztris, hogy mondják ezt a bizonyos erőteret, politikai erőteret, az erőtérnek a egyébként nehezen azonosítható személyeinek megküldöm a tanulmányaimat. Tudja, ez a politikai erőtér, ez homály, valamikor volt a politikai bizottság, ha már itt tartunk. Ott tudtam, hogy ki a tagja. XYZ, nem mondok neveket. A politikai erőtérben csak sejtéseim vannak, hogy kik hozzák ott a döntéseket. És kik azok, akik nyomogatják a gombokat önnel az élen. Kérem szépen, ugye itt, mint mondtam, sem mennyiségi szempontból, sem minőségi szempontból nem lehet ezt a évet szó nélkül tudomásul venni. Én teszek egy kompromisszumos javaslatot. Benyújtottam egy módosító indítványt, amely a következőt javaslom tisztelt kormányoldalnak. Kérem szépen, való vegyes esztendő volt a múlt év, én azt elfogadom, persze, Domokos úr fél évet kell, hogy vállaljon a múlt esztendőből, ezt akceptálom, ezért azt javaslom, hogy vegye tudomásul az országgyűlés a számvevőszék múlt évi tevékenységét, vegye tudomásul. Azt nem mondja, hogy teljesítette a kötelezettségeit, mert nem teljesítette, abban nincs vita köztünk. Abban van csak vita, hogy most ezt hogyan értelmezzük. Lukács képviselőtársam érdekes levezetését adta ennek, hogy törvényeknek alárendelt a számvevőszék, az országgyűlési határozat, meg hát az nem törvény, persze, hogy nem törvény, de hát azért ez a gazda, kérem szépen. És ez a gazda annó dacumál leírta, hogy 800 helyi önkormányzatot kell évente a számvevőszéknek meglátogatni, vagy körülnézni, mi újság van, nem tudom, milyen szakmai tartalom van. Ebből 119-et csináltak múlt esztendőben. Hát akkor az országgyűlési határozat, miközben nem jogszabály, én tudom, akkor annak nincs relevanciája a számvevőszék számára. Tehát én azt gondolom, hogy azt ne írjuk le az országgyűlési határozati javaslatban, hogy teljesítette a törvényi alkotmányos kötelezettséget, mert egyszerűen nem igaz. Hát ne hazudjon már az országgyűlés az adófizető állampolgároknak, meg önmagunknak. Írjuk le azt, hogy tudomásul vesszük ezt a tájékoztatót, azért mert benne van az indoklásban, hogy milyen esztendő volt a tavalyi, és akkor tulajdonképpen lehet egyet lapozni, és lehet előre tekinteni, hogy talán majd a következő esztendőben egy nagyobb teljesítésről lehet beszámolni. Kérem szépen, azért én nekem a várakozásaim azért nagyok a számvevőszéki munkával kapcsolatban, mert az állami számvevőszék Magyarországon az az intézmény, amelyik a legmagasabb szinten elismert a javadalmazásokat illetően. Bár a magyar orvosoknak, pedagógusoknak lehet annyi pénzt fizetni, mint a magyar számvevőknek fizet az országgyűlés. Jó, ne csökkentsük a jövedelmeket, sőt, emeljük be a 13.-14. havi juttatást, alapbéresítsük, ugye, miközben mindenkitől elvették a 13. hónap nyugdíjastól, köztisztviselőtől, kormánytisztviselőtől, közjogi méltóságtól, minden elvették a kormányok a 13. hónapot, a számvevőszéknél nem csak úgy meghagyják, hanem még ráfejlesztik az alapbérekre, 16%-os béremelés lesz a számvevőszéknél, ha ezt a törvényt elfogadják, rendben van. Rendben van. Kérem, a magyar számvevőszék vezető jövedelmei megközelítik az európai színvonalat. Hát akkor tessék teljesíteni. Európai szinten. Mert ez, amit itt tettek, ez olyan messze van az európai színvonaltól, mint a magyar NB1 a Premier Ligától, kérem szépen. Körülbelül. És lehetne részletezni, hogy miért. Hol vannak azok a konkrét eredmények, amiket, ha Domokos elnök úr tanulmányozta más számvevőszékeknek a éves beszámolóit. Azok az eredmények, amik bemutatják, hogy önök elköltenek 7 milliárd forintot egy esztendőben az adófizetők pénzéből, kérem, ez elment a babákhoz, Szarvasváros éves költségvetése körülbelül, vagy Szentendréjé. Mit kap ezért az adófizető? Mit kap vissza? Az angol számvevőszék 1:8, 1:9 arányokkal dolgozik, bizonyíthatóan, minden font támogatásért cserébe
8-9 fontot termel vissza a költségvetésnek. Úgy, hogy az angol számvevőszék ráadásul nem is csak a költségvetésből kapja a pénzét, hanem ki van a piacon. Versenytársa a Big Four-nak, a Big Five-nak. Meg kell küzdenie a bevételekért. Ki van? A számvevőszéknek nincs versenytársa. Hát azt csinál, amit akar. Hát mihez lehet viszonyítani? Alkotmányhoz, törvényekhez, nemzetközi színvonalhoz. Ezekhez próbálom viszonyítani, és akármelyiket nézem, mindegyikben rendkívül szerény a teljesítménye. Legyen a számvevőszéknek plusz 2 hónappal 16% a magasabb bérfejlesztése, betonozzák be, fejlesztenek még rá, de arra tessék számítani, hogy amíg én ennek a háznak a tagja vagyok, mindig el fogom mondani, mert más nem tehetek, fölállok és elmondom, hogy ez nem nemzetközi színvonal. A lajtán túl nem így ellenőriznek, és nem ennyit, és nem ilyen tekintéllyel. Tekintélyt szerezni nem büntető jogi eszközökkel kell, kedves kollégáim, hanem szakértelemmel, szakmai meggyőzéssel, nyilvánossággal, a parlament figyelmének a felhívásával. Mikor jelentkeztek önök azzal, hogy a parlament hozzon határozatot a különböző feltárt hiányosságoknak a megszüntetésére? Ezek, amik hiányoznak a tavalyi teljesítményről szóló jelentésből. És akkor a stratégiáról még néhány szót. Már említettem a kisebbségi véleményemben, a stratégia az belügye a számvevőszéknek. Lehet csinálni, persze az élet változik és át kell írni különböző stratégiákat, de könyörgöm, hát van egy csomó, nem csomó, néhány országgyűlési határozat, ami említ stratégiát, hogy azt támogatja az országgyűlés. Maga melyiket támogatja? Azt a régit, vagy az újat fogja, akkor az hatályon kívül kéne helyezni. Domokos elnök úr megtisztelt engem azzal, hogy elküldte nekem az évelején a stratégiát, én írtam neki egy részletes szakmai észrevételt, tanácsot és kritikát is írtam benne, többek között azzal zártam a levelemet, hogy remélem, elnök úr, úgy gondolom, hogy és idézem a levelemből, úgy gondolom, hogy benyújtója, mármint az új számvevőszéki törvénynek a benyújtója, értelemszerűen, írtam én, a számvevőszéki és költségvetési bizottság lehet. Ezért egyeztetés céljából kezdeményezni fogom az ÁSZ és a bizottság vezetőinek találkozóját. Kérem szépen, én vártam erre a lehetőségre, és ezek után ugye megdöbbenéssel tapasztalom, hogy ön úgymond egy puccsal a hátunk mögött, a hátam mögött fölkérte a partner bizottság elnökét arra, aki rendkívül tehetséges polihisztor, most éppen hogy a Muppet Show-ba, milyen show-ba, nem tudom, fog szerepelni, de hát az ő magánügye. Kérem szépen, nem ért a számvevőszéki ellenőrzéssel. Szerintem Rogán Antal egy nagyon tehetséges politikus, ehhez speciál nem ért. Én is sok mindenhez nem értek, csak én azzal nem szoktam foglalkozni, mihez nem értek, mert azt meghagyom másnak, aki ért hozzá. Tehát most azért mondom, hogy egy ilyen helyzetben vagyunk. Ön bevitte a volt frakciótársának a törvénytervezetet anélkül, hogy itt ez bárki a bizottságban megismerhette volna. Kérem szépen, én ezt egy gentleman's agreementnek tekintettem ezt a levelemet. Csak a gentleman's agreementhez gentlemennek kellene, kedves elnök úr. Azt nem látom mellette, a gentleman-t. Az agreement vagy a tervezete az megvan. Csak ez én szerintem egy korszerű elszámoltatáshoz kevés. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, átvettem Jakab úrtól az elnöklést, és nagy örömmel köszöntöm a teremben a vezérszónoki kör közben egy félperces szünetet, hogy engedjünk meg magunknak a delegációt Laosból, hiszen itt van a Magyar Országgyűlés épületében tárgyal, délután pedig Schmidt Pál elnök úrral találkozik, most délelőtt folyamán az önök nevében pedig én folytattam kétoldalú tárgyalásokat Mr. Thonglun Sisulit miniszterelnök helyettes úrral, külügyminiszter úrral Laosból, és delegációját nagy szeretettel köszöntjük a Magyar Országgyűlés plenáris üléstermében. Kívánjuk, hogy a magyarországi tárgyalásaik járjanak sikerrel, és bízom abban, hogy a laoszi-magyar kapcsolatok, ahogy régen évtizedekig jól működtek, úgy a következő években is oktatási, gazdasági és diplomáciai téren is sikeresek lesznek. Köszöntjük Önöket. És akkor visszatérve a vezérszónoki körhöz, Vágó Gábor képviselőnek adom meg a szót, LMP. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót.
Szeretnék visszatérni egy olyan mederbe, ami talán sose volt ebbe a vitába, konkrétan arról beszéljünk, hogy mi áll a jelentésben, hiszen úgy érzem, hogy most kicsit mindenki összekeverte ezt a vitát az ÁSZ-törvény vitájával, és sok olyan személyes, illetve szakmai dolgot, amit ott nem tudott elmondani, vagy nem voltak ott azok, akinek el akarta mondani, azt most tette meg, és én megkérnék most minden egyes szereplőt, hogy erről az ÁSZ-jelentésről beszéljünk, és ne az ÁSZ, illetve az ÁSZ-törvény kapcsán kialakult polémiáról. Tehát az ÁSZ-jelentés röviden, de lényegre törő módon írja le az elvégzett vizsgálatokat. Sajnos kevés számú kritikát fogalmaz csak meg a kormánnyal szemben, és a tavalyi megállapításai ellenére véghez mit, vagy figyelembe venni elmulasztott javaslatok kivizsgálására sem tér ki, nem végzett ilyeneket. A 2010-es jelentésben megfogalmazott megállapítások ellenére azokkal szembe menő kormányzati lépésekről nem egy szót, és nem is vizsgált azok megvalósulását, hatását annak ellenére, hogy elnöki hatáskörben jogosult lett volna a vizsgálatok és a kapacitás 30%-a erejéig javaslatot tenni és vizsgálatot kezdeményezni. A vizsgálatok túlnyomó rész szabályszerűségi vizsgálatok, és nem térnek ki az adott vagyon, forrás, felhasználás célszerűségi, gazdasági vizsgálatára. Véleményem szerint a közfeladatok ellátásának támogatási rendszerére, valamint a felnőtt képzési források felhasználására írtak a legfontosabbak a jelentésben, ezek világítják meg legjobban az átgondolatlan, kizárólag a megszorítások fiskális hatását szem előtt tartó, de távolabbi gazdasági, társadalmi, strukturális problémákat figyelmen kívül hagyó intézkedéseket, amiket a kormánytól látunk. Az energia racionalizálás témájáról is szeretnék majd beszélni, ami szintén az LMP programja szerint kiemelt fontossággal bír. Tehát akkor menjünk sorra. A jelentés ismételten megállapítja, hogy a 2008. évi zárszámadás ellenőrzésekor feltánt hiányosságok megszüntetésére tett javaslatokban a megjelölt feladatokat a tárcák csak részben teljesítették, illetve azok végrehajtása folyamatban van, így a 2009. évi zárszámadás ellenőrzésének időszakában továbbra is fennálló problémákkal találkoztak. Kérdésünk az, hogy melyek azok a tárcák, ahol korlátozott vagy elutasító minősítésű beszámolók születtek, és amelyek vonatkozásában intézkedési tervet írt elő az ÁSZ. Lássuk, hol megy a mismásolás. A jelentés szerint 33%-ra, ez egy nagyon nagy szám, csökkent azon adóbevételek aránya, amelyről nem áll módjában véleményt adni az ÁSZ-nak. Tehát a költségvetés tervezésekor az adóbevételek 1/3-áról nem tud az ÁSZ mondani semmit. Ezzel kapcsolatban volna kérdésünk. Milyen okoknál fogva nem tud véleményezni az ÁSZ egyes adóbevételeket? Mely adóbevételek vonatkozásában tapasztalták ezt az akadályt? Érdemes-e elhárítani a véleményadást akadályozó körülményeket? Mennyiben befolyásolja az államháztartás teljes adóbevételének megítélését ez az akadály? Továbbiakban. Pillanat. A költségvetési törvényjavaslat közvetlen előirányzatainál felmérülő kockázatokat csökkenthette volna a költségvetési törvényjavaslatban meghatározott rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék. A hatályba lépett törvénymódosítás alapján azonban ez a tartalékfajta az általános tartalék és nem stabilitási tartalék. Így az ÁSZ által jelzett kockázatokra nem biztosíthat fedezetet. Kérdésünk volna, hogy a 2011. évi vizsgálatoknál elkülönítettek-e kapacitást és erőforrást a fenti jelzett problémából eredő kockázatok vizsgálatára. A hálózat budapesti díjfizetőkért és díjhátralékosokért alapítvány esetében 240 millió forintos jogosulatlan kifizetést tárt fel az ÁSZ. Miért nem kezdeményeztek büntetőjogi feljelentést a jogosulatlan kifizetőkkel szemben, illetve személyes felelősséget miért nem állapítottak meg? Két párt gazdálkodásának átfogó vizsgálata kapcsán megerősíti a jelentés az ÁSZ véleményét, hogy a pártfinanszírozás átláthatóságának, a pártok elszámoltathatóságának fokozott érvényesítése érdekében a pártok számviteli nyilvántartási és beszámolási rendszerét érintő ellentmondások feloldása szükséges, amelyek a párttörvény és a számviteli törvény között egy évtizede fennállnak. Tettek egy javaslatot arra, hogy az új ÁSZ-törvény szerint véleményezési joggal bírjanak a pártok
Kormányzásról szóló jogszabályokat illetően. Mert mi tettünk? Az LMP letette ezt a módosító javaslatot az asztalra, örök meg megint elsöpörték. Ugyanúgy, ahogy nem veszik napirendre a pártfinanszírozási törvényről szóló.